esetleg valami gondolata, kijelentése szeretném osztani bátran megteheti. Szeretettel köszöntelek mindjártokat, a régi és új testvéreket. Tegnap este nagyon-nagyon jó esténk volt. Igen. Mondjál valamit. Igen, arról, hogy azt kellene mondani. Ugye, mégis tulajdonképpen minden hétköznap, amikor azt mondjuk, hogy jó estét kívánok, az azt jelenti, hogy a jó este tél az ember. Tehát nem csak ebben a házban lehet jó esti az embernek, hanem mindenhol, de tegnap tényleg egy különlegesen jó alkalom volt. A Sutus Zsuzsi és a Józsi a beszámolja volt Indonéziából, tehát ott amit láttak, meg hallottak, tényleg fantasztikus, képzeljétek el, hogy Isten még csodákat tesz a mai napokban is. Hihetetlen. Azt mondja a rendben, hogy ez hihetetlen. Teljesen hihető. Volt olyan, ahol nagyon megragadt, hogy volt egy hölgy, aki ágyon, azt hiszem a férje ágyon vitte oda. Annyira beteg volt, tele volt daganattal a teste. És utána ott állt a színpadon az ágya a hóna alatt, és kész, és ment haza. Mint amikor a Bibliában írta. Mint a Bibliában. Úgy tűnik, hogy a Biblia igaz. A mai nap is igaz. Nagyon igaz. Igen. Szóval tényleg jó, nagyon jó volt hallani ezeket. És, de azt mondom, hogy ugyanaz a szellem van bennünk is, Torontóban, mint ott bennünk ott Indonéziában volt. Végis azok, mint torontóiak voltak, akik megkeresték innen oda mentek, nagyon jó, és utána a dicsőítés, már régen volt, én úgy éreztem, mint amikor a garázsba tartottuk egy ideig az autót, és csak a városba elmentél a plázáig, a szoksz egy sarokig, aztán akkor utána kimentél mondjuk a 400 valahányosra, és akkor nincsen rendőr, azt amit megmondtak neki, hogy amikor a kipufogóig kiment a kopásokra a motorból, nagyon-nagyon jó volt, dicsőség az Úrnak. Ja, lesz következő is már ebből, hát október utolsó péntekje. Lesz, úgyhogy azt írjátok rá naptáratokban is pénteken este. Lesz, hogy milyen keresztel a hajamat. Na. Tényleg is nem tiltsák ott a vallást? Hogy? Tiltsák a vallást? Hát, igen, ugye ők is végig is nem azért mentek, hogy kereszténységet hirdessenek, hanem Jézus. Jézusról lehet beszélni, főleg amikor látják, hogy meggyógyul valaki, az ellen nem tudnak semmit se csinálni. És azt teljesen elismerő, hogy Jézus tette. Az már veszélyes, amikor ugye félreértik, és azt hiszik, hogy most a vallásukat akarják megváltoztatni, de nem ez például a Peter Youngnek rengeteg nagyon-nagyon komoly ilyen muszlim barátai vannak, mert nagyon szeretik a muszlimok, és én ahogy tudom, nekik nem az a küldetésük, hogy a muszlim vallásra térjenek a keresztény vallásra, szóval ez hülyeség, tehát ebben nincs értelme. Egyébként is ugye azt szoktuk mondani, hogy amikor Jézus megjelent, akkor minden valláson vége lett. Milyen érdekes, hogy utána azért egy vallás létrejött a keresztényeseknek, de ez nem Jézus hozta létre, hanem emberek hozták létre. Jézus nem hozott létre vallás. Jézusnak a követése nem vallás, még hogyha azt is mondják, hogy kereszténység, de az nem Jézus hozta létre, az ilyen emberi dolog. Ugye egy szóval a röviden a vallásnak az a lényeg, amit mi teszünk Istenért, hogy azt hittjük, vagy azt hiszünk, hogy amiatt vagyunk jó Isten szemében. Minden ilyen dolog az vallás, minden ilyen köntösben van, muszlim, hindu, buddhista, vagy keresztény köntösben az vallás. Mert ahogy a Róma 10-ben mondja Pál, hogy a zsidók testvéreire, hogy Isten szerint való buzgóság van bennük, de nem a megismerés szerint. És ez jellemző, lehet, hogy rám is, vagy bármelyikünkre egy adott pillanatban, hogy nagyon-nagyon akarunk valamit Istenért tenni, hogyha elfelejtjük azt, hogy ő megtett már mindenünk. Úgyhogy nincs már nem másik valláshoz szabadulni, megismerni mindazt, amit Isten Krisztusban tett. Csak ez az egyetlen módja, hogy ne legyünk vallásosak. Egyébként a mai napon valami helyen közel pont erről szeretnék beszélni. Valahogy azt a címet adtam neki, de eléggé ilyen eklektikus, tehát ilyen többféle dolgot fog érinteni, hogy Jézus Krisztusnak hirdette. Tehát Jézusnak az evangéliuma Jézus Krisztus volt. Fogjátok látni egy olyan jelenetben, amikről már sokszor beszéltünk. De először egy jelenségről, ami egyébként, amikor én így
szedegetem a gondolataimat, vagy valami most is bennem volt, ezek nagyon sok dolgok ilyen ismétlésekkel, de a Pál is azt mondta, hogy ő nem reskelni, ismételni dolgokat. Mert többször láttam, hogy lehet, hogy valami ismétlésnek gondolok, és tulajdonképpen neked meg nem is az, egyébként nekem sem. Például fogok most mondani valamit, hogy azért is, ezt teljesen ismétem a múlt Isten tisztelete, mert egy olyan fontos, ahogy beszéltem, akkor értettem meg egy olyan fontos dolgot, hogy csak szeretném hangsúlyozni. Az első gondolat, amikor Jézus meghalt a kereszten, és azt mondta, hogy elvégeztetett. Ez olyan sok minden van benne, gondoljatok bele, hogy azt jelentette, hogy minden, ami Isten akart tenni, az beled fejezze. Hogy minden tökéletes, az, hogy elvégeztetett. Minden tökéletes, olyan, mint amikor egy építkezés, vagy még egy padló, aki a szakember, aki tudja, és amikor befejezt, és tudja, hogy el van végezve, be van végezve, tökéletes, nem lehet hozzátenni. Isten nem tud hozzátenni semmit ahhoz, amit akkor elvégzett. Minden tökéletesen megvan. Minden. És nem is lehet elvenni belőle. Minden tökéletesen megvan. Ez azért fontos, mert a hit, akkor támad hit az emberben, amikor Jézus Krisztusról hall, és arról, hogy minden el van végezve. Abban az esetben, hogyha nem ezt az üzenetet hallod, akkor nem tud hit támadni az ember szívébe. Mert a hitnek az elkezdője Jézus Krisztus meg a bevézője. És amikor egy olyan üzenetet hallasz, ami azt sugallja, hogy valami nem tökéletes, valami hiány van benne, az automatikusan aktiválja az emberben az akaratát, hogy ő akar valamit tenni, vagy hozzá akar tenni. A múltkor beszéltem, ha csak kicsit akarok ahhoz kötődni, vagy előtte óra, nem tudom mikor, a botránkozásnak a szikláról. Jézus Krisztus már óvta mindenkit a botránkozást, hogy ne botránkoztasson meg senki, ugye azt jelenti, hogy a hitét elveszti valamiben. Mégis Jézus Krisztus a Biblia több helyen is a botránkozás sziklájának hívja. Ő, aki annyira nem akarta, hogy bárki megbotránkozott, ő maga volt a botránkozás sziklája. Ez egy módon lehet feloldani ezt a látszólagos ellentmondást, olyan módon, hogy Jézus abban botránkoztatta meg az embereket. Magyarul abban akarta, hogy elveszítsék a hitüket, abban a saját maguk építette módszerekben, amit ők tettek, vagy hittek, ugye a zsidók esetében az a zsidó vallás, hogy ugye mindegy, az akkor Istentől volt, de most nem akarok belemenni, mindegy, hogy miért hogyan, hogy ő, én ezt meg ezt teszem, és akkor én rendben vagyok Isten előtt. Amikor megjelent Jézus, egy személy, aki nem egy újabb törvénykönyvet hozott, nem egy újabb parancsolatrendszert hozott, megbotránkoztat az ember, megütköztek abba, hogy akkor most mit kell tennem. Eddig ezt csináltuk, és akkor megjelenik az alatti, és sokan nem értették, amit mondott, nem értették, hogy ki volt, nem értették, hogy mit akar, vagy hogy akar, és most is egyébként, amikor a kegyelmet igyekszünk, amennyire látjuk, igyekszünk beszélni, megütköznek sokan, mert olyan, mintha kihúznánk a talajt alól. Ott a Facebookon egy kép, azt megosztottam a Batmanbe, a Joker, ez a... Tudjátok, ez a legújabb Joker, aki megkapcsolta a színész, és akkor ott volt az, hogy ilyen érdekes, amikor az Ószövetséget prédikáltuk, akkor semmi probléma nem volt. Ha a kegyelmet prédikálod, akkor az emberek elveszítik az eszüket, megütköznek, megbotránkoznak. Azért, mert valami új dolog jön be, olyan, ami nem tetőle van. Amikor Jézushoz oda mentek a tanítványok, ez a János 6-ban leírva, és azt mondja, hogy mit cselekedjünk, hogy az Isten akaratát tegyük. És azt mondta Jézus, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Ez egy nagyon egyszerű kifejezése ugyanennek. És ez ugye sokszor, most egy kicsit így finomítom, ugye, hát ez egyszerű, mi hiszünk, és akkor ide. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor, amikor mi azt mondjuk, hogy hiszünk, ez egy ugyanolyan cselekedet, belőlünk induló dolog, és ezért szenvedünk egyébként sokat, mint hívők is. Például most, amikor dicsőítettünk meg tegnap is, olyan könnyű volt, olyan jó volt, és biztos is van, hogy sokszor úgy érzed, hogy olyan nehéz a hívő élet, és olyan terhes. Az azért van, mert
elkezdünk mit cselekedni valamit. Azt mondta Jézus, hogy jöhetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek és megnyugosztat benneteket. Ez azért van, mert nem hiszünk, hanem cselekszünk. Még ha a kegyelmet is halljuk, egyébként azért kell újra és újra hallani ezt, hogy valahogy egyre jobban leessen, meg elmélyül. Ez nem a fogjátok látni, meg tudjátok, és nem azt jelenti, hogy semmit nem teszel, hogyha hiszel, hanem más alapokon van az egész Istennel való kapcsolatot. Tehát amikor Jézus megjelent, akkor mindent megbotránkoztatott, most csak sarkítva fogalmazom, amilyen emberi igyekezett volt, hogy én Istenhez elérjek. És onnantól kezdve egyetlen egy dolog van, hogy megismered, meghallod azt, amit ő tett, vagy aki ő. Csak ebben az esetben születik hit az emberben. És csak, tehát ha csak a tökéletesen hallod, az, hogy el van végezve, be van végezve, tökéletes az ember, nem tudsz hozzátenni semmit, ez amikor hallod, akkor kezd valami gerjedezni benned, és akkor kezdesz hitrelni. Mert így vagyunk összerakva, ha nem ezt hallod, akkor azt kezded hinni, hogy neked valami tenned kell ahhoz, hogy tökéletessé tegyed Isten és magad közötti kapcsolatot. De ő tökéletessé tette. Van egy olyan, most néztem az Efezusi levélben, hogy van egy olyan, az egyik igében azt mondja, azt a pogányoknak mondja, hogy ti egykor távolvalók voltatok, most pedig közelvalókká lettetek. És olyan, hogy valami történt, amikor Krisztus meghalt, most csak így fogalmazok, tudom, hogy tudjátok, hogy valami történt, tényleg történt minden emberrel, amikor ő meghalt, és akkor ő feltámadt. Ugye az Efezusi levélben le van írva, az Efezus 2-ben az, hogy amikor a bűneinkben voltunk, vele együtt megelevenedtünk. És feltámadtunk, vele még oda le van írva. És azt mondja, hogy kegyelemből tartottuk meg hitáltal, és az Isten ajándék is nem tőletek van. Valami olyan dolog történt akkor, ami egyáltalán nem tőletek van. Nem attól, amit mi választunk, amit mi elképzeltünk, mert majd mondok egy példát hozzá, jobban lehessen érteni, hanem ez Istentől van. És te mégis, amikor ilyeneket szoktunk mondani, akkor sokan azt gondolják, hogy azok, akik a kegyelemről beszélnek, azt mondják, hogy nincs szükség hitre. A hit az egy vitális dolog. Hit nélkül olyan, mint az ember számára, mint hogyha semmi nem történt volna. Csak az a nagy különbség, hogy a hit az nem belőled van, hanem Istenből van. És én azt gondolom, hogy itt van egy olyan különbség, hogy mi azt hiszük, vagy hittük sokszor, hogy szerintem sokan azt hiszik, hogy téged kell felelősség tenni azért, hogy hiszel-e, vagy nem hiszel. Az ember egy dolgot tud tenni szerintem, hogy hall-e, hallgatja-e, vagy nem. Nem tud, mert azt mondjuk, hogy higgyél testvérem. Egy idő múlva belefáradsz ebben, hogy próbálok hinni, próbálok meggyógyulni, meg így tudom én, de nem gyógyul, akkor még jobban akarsz hinni megint. És akkor nem veszed észre, hogy belekerülsz ebbe az, hogy akarom, ami ugyanaz a törvény, ugyanaz a cselekedetekből való valamit el akarok érni Istenért, de nem tudsz. A hit, ez a François fogalmazta így, de ugyanadja van a Bibliában, csak egy ilyen szépen van leírva. A hit az nem az, amit én nyújtom Istennek, hogy valamit kapjak cserébe tőle, hanem a hit az, ami velem történik akkor, amikor hallom Jézusról, meg az ő elvégzett munkájáról. Mert a hit az bennem egy meggyőződés valamiről, ami el lett végezve. Ez egy nagyon-nagyon fontos. Csak olyan dologra tud hit születni bárkinek a szívében, ami el lett végezve. A Galata 3-ban így mondja, hogy ahogy nem a hit hallásából vettétek a lelket. Most, hogyha ugrunk egy picit, hogy nem azt akarom mondani, hogy Krisztus, nem ez a lényeg, nem ez a pont, hogy akkor mindenkiben benne van Krisztus, meg ilyenek, mert ugye ez volt ilyenről is szó, hanem az, ami a lényeg, hogy Isten, mindegy, hogy mi hol van, bizony szempontból, a lényeg az, hogy Isten minden pontosan elvégzett helyére tett, és minden ott van. És a hit hallásából van az, hogy te valamit meg tudsz tapasztalni. De a hit az mindig valamilyen elvégzett dologról szól. És itt van egy csoda, hogy amikor ezt hallod, akkor elkezded tapasztalni, elkezded meggyőződni erről. És
Most pedig ahhoz a példához, amit sokszor beszéltünk már, ez az Emmausi tanítványoknak a példája. És a múltkor, amikor beszéltem róla, most egy kis adalékot még teszek hozzá, akkor én számomra most itt ebben összeállt az, amit ugye szoktak, ugye vannak, akik azt mondják, hogy neked ezt kell csinálnod, azt kell csinálnod, és hogyha ezt csinálod, azt csinálod, akkor az Isten így vagy úgy viszonyul hozzád. Működhet ez is, tehát nem bántunk senkit, mindenki legyen meggyőződve maga értelme felől. Ez a Lukács 24-ben van a 14-es verstől. De kérlek, nézzük meg azt, hogy mi is történt ott valójában a tanítványokkal. A 14-es, 15-ös versben azt mondja, hogy ugye akkor ez a két tanítvány mentek, távolodtak el Jeruzsálembe, mentek el Emmausba. És azt mondja, beszélgetnek maguk között mindazokról, amik történtek, és ők, hogy amikor beszélgettek, egymást kérdezősködtek, és Jézus hozzájuk nem én velük együtt ment az úton, de az ő szemei visszatartóztatták, és őt meg nem ismerték. Tehát beszélgettek olyanokról, amik történtek, Jézus ott ment velük, de nem látták, nem vették észre. Tehát nem azt, hogy nem tudtam, hogy itt egy ember, nem vették észre Jézus. Tudod, milyen érdekes? Az, hogy ők látták Jézust. Köztük él fizikailag. Tehát de ez a feltámadott Jézus volt. És nem az volt a baj, hogy nem látták őt, nem hallották beszélni, hanem az elméjük meg volt sötétedve, vagy homályosodott. Nem vették észre, hogy Jézus volt az. Mert ez nem egy testi felismerés volt akkor, mert Jézus feltámad. És ez nem így furcsán, hogy feltámad, ott van állam. De azt mutatja ez az ige, hogy nem jöttek rá, hogy az Jézus. Pedig ismerték. Mindjárt mondok egy másik példát, és ezt pedig sose vettem észre, mint a mondom is egyből. Olyan érdekes, olvassák az ige a részt, amikor visszamennek a tanítványok, minden még visszatérek. És bemennek a házba, és megjelenik ott Jézus neki, ugye mondja, hogy békesség nektek, stb. Ugyanaz a dolog játszódik ott a többiekkel, mint ezzel a kettővel. Hiába megjelent Jézus, és nem ismerik fel. Azt mondja, hogy békesség nektek. Meglévőlén félén azt hitték, hogy valami lelket látnak. Megjelent a feltámadt Jézus a tanítványoknak, és nem ismerték meg, hogy Jézus. És mindjárt mutatom, hogy egyébben le van hívva az igébe, és azt mondja, miért háborúttatok meg, miért támadnak a szívetekben okoskodások? Lássátok meg a kezemet, a lábamat, hogy én az vagyok, még magyarázza magát. A léleknek nincs húsa, és azt mondja, megmutatta a kezét az oldalai. És azt mondja, mikor pedig még nem hívének az öröm miatt, és csodálkoznak mondani neki, van-e itt valami ennivalótok? Gondolj be, hogy megjelenik Jézus, magyarázza, mi vagyok betolva, én vagyok, nézzétek, én vagyok. És nem értették, nem tudták észrevenni, hogy Jézus. És megvan, hogy mi, tehát van egy titka, egy nagyon egyszerű légyalagéban. És azt mondja, hogy adtak neki sült halat, meg lépes mézet. És akkor ebben. És azt mondja, hogy ezek azok a beszédek, amiket szóltam nektek, amikor veletek voltam, hogy szükség mindazoknak beteljesedni, amit megirattak a Mózes törvényben, a prófétában és a Zsoltárban én felőlem. Tehát Jézus azt mondta, és azt ismertek, azt sokszor beszéltek róla, hogy az emmausi tanítványoknak is elkezdte, amikor tiszta depresszióban voltak. És ez egy picit olyan, mint akár mi is, vagy a hitetlenek. Ott van mellettük Jézus, totál depresszióban, totál káosz minden, nem látják Jézus. És ez a titok. És Jézus elkezdte a Mózes, a prófétából azokat az igéket mondani, amik ő róla szóltak. Jézus hirdette. Ezért, amikor mi ugye sokat beszélünk arról, hogy ki vagy meg minden, a referencia az mindig Krisztus. Ezért kell Krisztusról hallani, amikor dicsőítjük állandóan Krisztus, és amit ő tett, mert amikor ezt hallották, utána ugye tudjuk, hogy megtört a kenyeret, hirtelen megnyílt a szemük, észrevették, hogy ő Jézus, hiszen eltűnt a szemük elő, de azt mondták, és ide akarok jutni, hogy ahogy nem gerjedezett a szívünk, az úton, amikor azokat hallottuk. És ez a pont. Amikor Jézus hirdette a tanítványoknak, akkor ők ott azonnal éreztek valamit. Valami gerjedezett bennük.
És én azt látom, hogy ez az, ami feloldja, feloldhatja ezt, hogyha ha megértjük ezeket, amit a kegyelem, meg a, hogy ezt kell tenni, azt kell tenni. Azok a tanítványok egyszerűen csak hallották Jézusról az örömüzenetet, és valami történt bennük. Az történt bennük, hogy egyrészt megnyílt az értelmük, megnyílt a szemük, más szóval hitre jutottak, vagy más szóval ezek mind szinonim ugyanazt írja le, elkezdett bennük az ugyanaz a feltámadott élet megnyilvánulni, ami ott Krisztusban előttük volt. És onnantól már látták a feltámadott Jézust. De ez a lényeg, hogy hallották ezt a hírt. És onnantól kezdve nem volt igazából már fontos az, hogy lássuk is a szemünkkel azt a személy, mert itt kezdték tapasztalni belül magukba. És amikor Jézus feltámadott, utána ugye bementek, és ott tartottam, hogy a házba, és mindezek a procedúrákon átment velük Jézus. És mint a süketek semmire nem jutottak, és utána Jézus ugyanígy azt mondja nekik, hogy mert ezeknek kellett beteljesedni róla, és azt mondja, akkor megnyilatkoztatta az ő értelmüket, hogy értsék az írásokat. Ott a házban, akkor adott a tanítványok is, előtte hiába Péter bennek a sírba látta, hogy hát tényleg nincs itt, eltűnt, stb. De nem tudtak rájönni, mert valami az elméjüket megkapította. De ami a döbbenetes, hogy hallani kellett Jézusról nekik. És ez a lényeg, és nem több. Hallani Jézusról. És amikor hallott Jézusról, akkor megnyílt a szemük, és kezdték tapasztalni. Ezzel én nem azt akarom mondani például, hogy tegnap is dicsőség az Úrnak, a Zsuzsia végén imádkozott mindenkivel, és ahogy én hallottam, szinte mindenki imádkozott. Tehát, hogy ugye van ez a megtérő ima. Ezt lehet mondani. De ugye sokszor, ha mi meg vagyunk ezzel úgymond kötve, hogy ja, mikor mondhatom el a megtérő imát, sokszor úgy érezzük, hogy nem vagyunk hatékonyak, és arra koncentrálunk, hogy a megtérő imát mondjuk el. Nem a megtérő imát, nem az az evangélium, nem a megtérő ima az evangélium, hanem az evangélium Jézus Krisztus, és amit ő tett. És higgyétek el, hogyha csak azt hirdeted, amit ő tett, akkor egyszer csak valami történik az ember. Pont tegnap a Józsi mesélte a megtérését, hogy a Benigni, nem is értette mi van, ugye Benigni néztél a tévébe, és egyszerűen elkezdett szopogni angolul, és egy szót nem értett belőle, elkezdett sírni, és megváltoztál. Ezt az ember senki nem mondta, hogy add át az életedet, döntsél, persze utána biztos megtették vele, de előtte megtörtént már vele. De van egy másik barátom is, aki szokta mondani, ugye, aki csak elolvosta a Bibliát, észrevette, hogy nem károkodik többé. Az az ember megtapasztalta a feltámadott Krisztust. Persze utána, mint mi jó keresztények, megvallottuk a bűneit, befogadtatuk vele Jézust, de bocsánat, benne volt már Jézus. És itt a pont, amikor mindent elvégzett, akkor mindent elvégzett. De ha nem hallja az ember, akkor nem kezd gerjedni. Amikor voltam a gymbe, ugye a kompiteremben, és akkor éppen futottam, hirtelen eszembe jutott az, hogy milyen gyakran van a kompiteremben úgy, hogy frissítés érkezett. És ugye ott van a gépemen már a friss szoftver. De amit én nem hiszem, mert sokszor nem hiszem a Windowsnak, csak hagyom, és amikor rákattintasz, akkor felfrissül. A frissítés érkezett üzenet, ez akkor történt meg az emberiséggel, amikor Jézus meghalt és feltámadt. Akkor frissítés érkezett. Minden újjá lett ő benne. De ugyanúgy, ahogy azok a tanítványok totál depresszióban és összezavarodva mentek, és még ha ott is állt mellettük az Isten, és az Isten velük van a hitetlenekkel is, de nincs békessége a hitetlenek, hanem hallania kell. És amikor hallom, hogy azért ott régebben az imi szokott mindig mondani, hogy megjött a legújabb Windows frissítés. Én őtileg hallottam, és akkor aktiválódott az én gépemben, és meg kellett nyomnom azt a videót, rákattintottam. Tehát ezért fontos az, hogy hirdessük Krisztust, és hirdessük az elvégzett munkát. Nem azt, most csak azért mondom, hogy így szembeállítsam egy kicsit, hogy nem azt elsősorban, hogy döntsél Jézus mellett. A döntsél Jézus mellett ez már azután jön, amikor már hisznek az emberek. Nézzétek meg, hányszor voltunk úgy, hogy hirdetted az evangéliumot, és nem dönt az Úr mellett. Mert amikor már te a lelked is aktiválódik, hogy cselekszel, azt azért tudod tenni, mert hiszel.
Az evangélium, hogyha az evangéliumot hirdetjük, Krisztus és az elvégzett munkát, az elsősorban hitet vált ki az emberekben, és a hit alapján fognak cselekedni. Tehát nincs az a semmi, bal meg a hitede, bármi, ez oké. De nekünk nem az a célunk, hogy egy akarataváltozást idézzünk elő, mert akkor még igazából a törvényt hirdetjük. Mert a törvények az volt a lényeg, hogy döntsél, mert a így, meg úgy, én is ezt csináltam, én is, és akkor ilyenkor nem a teljes evangéliumot hirdetjük egyébként, és ez a gyülekezet, ez teljes evangélium, hála Istennek, végre, teljes evangéliumnak, ami akkor a hiánytalan, tökéletes isteni munkát hirdetjük, aminek a következménye az, hogy hit támad az emberben, és emiatt a hit miatt cselekszik. De amikor most kicsit hiányos evangéliumot mondunk, akkor az emberek hozzá akarnak tenni az evangéliumhoz, és akkor fáradnak. Boldogtalanok lesznek, nem érzik az, hogy Isten annyira jó lenne. Mindent ez a Jézus ezt így hirdette az evangéliumot, és ugyanehhez még az a gondolat, ami szintén a bibliai dolog, ez annyira, hogy mondjam, olyan könnyűvé teszi azt, amit tegnap is mondtam, hogy jött egy srác és pár szót váltottuk, és mondta neki, hogy Isten országa benned van. És olyan boldog volt tőle, komolyan. Ha Jézus megmerte tenni, hogy a vallásos farizeusoknak, akiket előtte leörbögözött meg ilyen, azt mondta, hogy az Isten országa bennetek, akkor mi miért félünk? Azt mondta, hogy csak azért, mert ez az ember annyira bűnösen él. Hát azért él bűnösen, mert még nem érzi, nem gerjedezik benne a szívében az, ami benne van. Hogy miért mondom, hogy benne van? Ugye az a görög szó,